Jó estét kívánok mindenkinek, és belevágunk akkor ebbe a témába, hogy csípőtájék biológiai konfliktusai. És ha csípőtájékról beszélünk, akkor nyilván, hogy itt szó lesz a csontról, a csípő ízületről és a lágyék részekről is, amelyek itt találhatóak. És akkor így egyben összefoglalva ezt az egészet, már teljesen másképpen fogjuk látni, mint hogyha külön-külön webkonferenciákból kéne összeszedni ezt, meg azt, meg amazt. Nos, hát természetesen, hogy a kezdés az mindig Dr. Rieke Gerd Hammer üzenetével kezdődik, hogy a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Egy nagyon lényeges megfogalmazás, hogy szívük és józan eszük, mert nem elég a józan ész, amíg érzelmileg nem fogjuk feloldani azokat a konfliktusokat, amelyek elindítanak bennünk egy biológiai választ, egy értelmes biológiai különprogramot, hát addig benne maradunk a programban. És a rögtön az elején tisztázzuk Hammer doktor felfedezésének a lényegét. Ugye leírta a természet működésének törvényeit, és ez nem csak az emberekre, hanem az állatokra, sőt az egysejtőekre is vonatkozó törvény, és most már tudjuk jól, hogy az első törvény az föltárja nekünk az okot, a valós okot. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy tudom-e, vagy nem tudom, hogy valaminek mi a valós oka, mármint ami egy betegség képében jelenik meg, majd meglátjuk, hogy ebből az egészből hol érezzük mi azt, hogy betegek vagyunk. Mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, és ugye ez a DHS, mindjárt kitérünk rá. A második törvény arról szól, hogy miként zajlik le ez az értelmes biológiai különprogram a DHS beindulásával, és fogjuk tudni, hogy két fázisról van szó, egy konfliktus aktív és egy megoldás követő fázisról, ha eljutunk a végéig. A harmadik törvény azt mutatja meg, hogy mi történik a két fázis alatt. A negyedik törvény pedig azt, hogy kik a mi segítőink, mert hogy nem vagyunk egyedül a gyógyulásunkban, még akkor is, ha így, mint a kis ujjam egyedül fekszek otthon az ágyban. Akkor is vannak segítőink. És az ötödik törvény, ami nagyon, de nagyon fontos, ha csak ezt az egyet megjegyeznénk, mert nagyon sokat segítenék önmagunkon, hogy mindennek értelme van. Mindennek az értelmet a túlélés és a faj fenntartása. Ezt már rengetegszer elmondtam, de nem győzöm ismételni, mert hogyha az öt természet törvényre úgy tekintünk, hogy ezt már százszor hallottuk, nem százszor, már több mint 200-valahányszor, azért mondom el mindig, mert még mindig nem értik meg az emberek, hogy amíg én ezt az öt természettörvényt nem teszem magamévá, addig mindig fogok keresgélni valamilyen rövidítést. És volt, aki keresett rövidebb utat, és nem jött össze neki. Tehát nagyon szépen kérem, hogy figyeljünk oda, hogy mi ez az öt természettörvény, és ez hogyan vonatkozik ránk. Mert akár hiszem, akár nem hiszem, a biológiai testem így működik. És ha tudom, hogy hogy működik, akkor már tudok hozzá megfelelőképpen viszonyulni. Tehát az első törvény azt mutatja meg, hogy mi az, ami elindít bennünk egy úgynevezett betegséget, mi az valós ok. És ez a valós ok mindig a DHS. Na, ugye ez a DHS azt jelenti, hogy Dirk-Hammer-szindróma. Mi is ez a Dirk-Hammer-szindróma? Hát arról szól a Dirk-Hammer-szindróma, hogy itt van a DHS kritériumai, hogy van egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásom, aminek a hátterében mindig egy félelem van. Ez mindig váratlanul meglepetésszerűen jön, és magányosan élem meg a történetet. A probléma csak az, hogy benne maradok a konfliktusban. Ha ezt én le tudnám zárni, minden este, legkésőbb minden este békével, megbocsátással, empátiával, elengedéssel, megértéssel, tehát érzelmileg el tudnám engedni, akkor ugye nem indulnának el azok a
hosszú-hosszú programok, amelyeknek a következményeit majd meglátjuk a csípőüzletnél is. Tehát az első és legfontosabb, amit meg kellene jegyezni, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Ez egy nagyon fontos megoldás. De akit érdekel megoldásokról előadás, azt megtalálja a weblapon, megtalálja a YouTube csatornán, mert már rengeteg ilyen előadást tartottam, ami kifejezetten a megoldásokról szólt. Na most, ha valakit valami nagy öröm ér, ugye abban nem fog belebetegedni, egyezzünk meg. Így van? Tehát a nagy örömtől senkinek semmi különösebb problémája nem lesz. A probléma mindig a félelem. És a félelemnek az alapja pontosan a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Ezt fordítja le a mi intelligens agyunk egy bizonyos konfliktus típusra, majd bemutatom ezeket is, és ennek hatására szervi szinten elindul egy biológiai válasz. Tehát értelmes biológiai különprogramokról beszélünk, mert mindennek értelme van, mindennek az értelme, tehát a túlélés és a fajfenntartás, ezt még el fogom sokszor mondani, hogy értsük meg, hogy nincsenek rosszindulatú, gyógyíthatatlan, autoimmun, ismeretlen betegségek. Ha ismerjük azt, hogy hogyan működünk, akkor meg tudjuk fejteni a háttérben folyó dolgokat. Tehát minden lélek-agyszerv szinten megy végbe, és a lélek-agyszerv tengelynek a leírása egy paradigmaváltás, megfordítja a gondolkodást a medicinában, és rájövünk a valóságra. Ez lenne a lényege ennek a felismerésnek, hogy végre nem a külső tényezőkbe keressük a problémát, hanem lélek, agy, szerv, tengelyen. Vannak külső tényezők is, amik megbetegítenek. Ezek nem kerülnek be a germán gyógytudomány tárgykörébe, mert az, hogy valaki lepottyant a tetőről és összetörte magát, az is egy váratlan esemény, természetesen. Én nem vonom kétségbe, de ennek a történetnek, a baleseteknek, a mérgezéseknek, a sugárkezeléseknek, méregkezeléseknek, hogyha valaki extrém diétát folytat, és ennek biológiai következményei vannak, ezeknek nem lesz az agyban lenyomata. Nyilván, hogy egy baleset után teszem azt egy zongoraművésznek, összetörik a keze, hát tőleértékelést fog megélni másodlagosan. De maga a baleset az nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe. Bár tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, az se véletlen, hogy ennyien itt vagyunk, az se véletlen, hogy mindenki itt van, akinek itt a helye, és senki nem tud bekapcsolódni, akinek nincs itt a helye. Én ezzel már régen tisztában vagyok. De úgy gondolom, hogy ha ezeket a dolgokat végre megértjük, mert rengetegszer elismétlem, akkor elkezdünk egy kicsit másképp gondolkodni, mint eddig, mert ameddig a gondolkodásunkon nem változtatunk, addig semmi nem fog megváltozni. Semmi. Tehát nagyon logikus rendszerről beszélünk. Senki még megcáfolni nem tudta mindazt, amit elmondok. Tudományosan. A szkeptikusokról nem akarok külön fejezetet nyitni, ők maradjanak meg a maguk tudásával, a szkepticizmusban nem probléma, őrájuk is vonatkoznak a biológiai törvények, és majd ha nem fog az akadémikus gyógyítás rajtuk segíteni, akkor majd talán elgondolkodnak. Ami nagyon lényeges dolog, hogy kialakulnak a sinek a konfliktus pillanatában. Ez egy nagyon lényeges, túlélő történet, hogy rögzítjük a körülményeket, rögzítem a képet, az illatot, a hangot, azt, amit éppen emésztek. Ezt mind-mind rögzítem. Miért? Hogyha legközelebb valami bejön belőle, és a konfliktusom nincs feloldva, akkor nekiálljak, és indítsam el újra a túlélő programot. Na ezért kell lezárni érzelmileg a dolgokat, hogy eltűnjenek a sinek. Mert annyira intelligensek vagyunk, hogy nem sinek, hanem pályaudvarok vannak a fejünkben. Ezt mindig elmondom, hogy értsük meg, hogy nem a sinek felszedésével, vagy a sinek kerülgetésével kéne foglalkozni, hanem a valós okkal, mégpedig a DHS-sel, azzal, hogy megértsük és feloldjuk ezt az egészet. És mi van, ha nem találom
a konfliktusomat. Ugye valaki ezt megkérdezte, jól hallom? Igen, semmi probléma, mondom a megoldást. Feleslegessé tesszük magát, a túlélő programot, ezt a bizonyos dolgot. Hogyan? Hát egy webkonfiba nem tudok mindent belerakni, mert még el kéne jussak a csípőizületig, de elmondom, hogy mindig, hogy a szlogenünk az, hogy van megoldás. Szóval, ha nem oldjuk fel érzelmileg a problémáinkat, akkor már konfliktus nélkül is el fognak indulni ezek az értelmes biológiai különprogramok. Ez egy nagyon lényeges dolog. Hogy jött erre rá Hammer doktor? Nagyon durva történet. Az itt látható 19 éves fia a karjai közt halt meg. Dirk Hammernek hívták ezt a fiatalembert, akit az olasz trónörökös, a savoyai herceg két pisztolylövéssel álmában halálosan megsebesít, 114 napig küzd a gyermek, meg az apja a fia életéért, és 111 nap után, 78. december 7-én ez a fiú meghal az apja karjai között. Két hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, és már tudjuk, hogy miért, veszteségkonfliktus, és nem vállal fel se kemót, se sugarat, de a műtétbe belemegy. Akkori tudásával. És miután felgyógyul, és 1% túlélési esélyt se adtak neki a kedves kollégák, miután ő mégis meggyógyul, visszaáll dolgozni belgyógyász főorvosként egy rákklinikán, és természetes, hogy megkérdezi, mint gyógyult rákbeteg a többieket, a betegeket, hogy is az ő életükben. Nem volt valami váratlan esemény, ami megrázta őket, mint Isten a vargát, amiben benne ragadtak, nem tudták magukat túltenni rajta. És vajon mi volt a válasz? 200 esetben mindig igen volt a válasz. Ezután jelentette be Hammer doktor a rákvas törvényét, azért vas törvény, mert ez az alapját adja meg annak, hogy megértsük, hogy hogyan keletkezik, hogyan indul el egy daganatos folyamat a szervezetünkbe, aztán ki fog derülni, hogy nem csak a rákra, hanem a rákkal egyenértékű folyamatokra is. Ugyanez a DHS, ez az érzelmi becsapódás az, ami számít. Ne feledjük el soha, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. Tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy én azt hogyan éltem meg. És persze ennek már a reakciói bennünk megvannak. Mert már azok a dolgok, amelyek értek minket, és amire adtunk egy biológiai választ, a biológia előszedi azokat a módszereket, azokat a reagálásokat, túlélés miatt, amelyek már beváltak. És ezért lesz az, hogy valaki mindenre, de mindenre azt fogja mondani, hogy ezt szarul érzem magam tőle, és vastagbélrákot fog csinálni. Vagy nem tudom magam túltenni, semmi sem, benne vagyok, és képtelen vagyok túltenni magamat azon, hogy azt mondtam, hogy és csinálok egy hólyag alap daganatot. És mondhatnám sorra az egész tudományos táblázatot. Itt van a szervizkönyv, ami alapján mindenki megtalálhatja, hogy éppenséggel a tünetei mögött milyen feloldatlan konfliktus húzódik. Nem akarom ezt tovább húzni, mert az lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy az első törvény meghatározza, hogy mi az, ami elindít bennünk egy úgynevezett betegséget. De ez nem betegség, ez egy értelmes biológiai különprogram, és ugye a második törvény leírja, hogy két szakaszban zajlik. Van kérem szépen egy konfliktus aktív, és van egy megoldást követő fázis. Ha végig ér a program. Nos, a DHS becsapódásakor kibillen a normális idegrendszeri működés, mégpedig a paraszimpatikus idegrendszer működése, nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszernek a működése az, ami jellemző ránk. Ezt a kettőt úgy hívjuk, hogy vegetatív, vagy autonóm idegrendszer. Mert minden szervünknek van egy izgató, és van egy gátló, vagy egy tápláló vége. A
A konfliktus becsapódásakor, tehát amikor a DHS-t megéltem, akkor elindul ugye a konfliktus aktív fázis, és ez alatt mi lesz? Hát zakatol az agyam. Gondolatilag mindig ott vagyok, hogy hogyan történhetett ez meg. Még mindig ez a probléma. Emelkedik a vérnyomásom, a pulzusszámom, a légzésszámom. Az erek összeszorulnak, hideg lesz a kezem, hideg lesz a lábam. Nincs étvágyam, nem eszem, lefagyok. Hány ilyen programot indítunk el? Hány megoldatlan konfliktust futtattunk most is az agyunkban? Akkor csodálkozunk, hogy nem tudunk nyugodtan aludni, vagy hogy éjszaka felébredünk álmunkból. Erre is van megoldás, a végén elmondom. Szóval a konfliktus aktív fázisnak a tüneteit úgy fogalmazhatnám meg, hogy stresszes az életem. És nem véletlen, hogy Selye János nem kapott Nobel-díjat a stresszelméletnek a felfedezésével. Mert akkor azzal foglalkozni kéne tovább is tudományosan, és kiderülne, hogy ez az, ami megbetegít minket. A félelem. A félelem az egyetlen halálos betegség. Nos, ha eljutunk a konfliktus megoldásáig, KM az a konfliktus megoldása, akkor a biológiám helyreállítja mindazt, amit a konfliktus aktív fázis alatt elkövetett a túlélésünkért. Tehát már a konfliktus aktív fázisban biológiailag segítséget kapok a túlélésre. Jó hír ez? Megnyugtató? Amikor megtörténik a konfliktus megoldását, a biológiám helyre teszi azt, amit itt átalakított, ezt majd a harmadik törvényben részletezem. Ennyire egyszerű. És ekkor fogjuk azt mondani, hogy ja Istenem, de beteg vagyok. Doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Miért? Mert megjelentek a gyulladás tünetei. Mindenki tudja, hogy a gyulladás miről szól? Kórusban hallom, hogy rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, lezár. Ezt már remélem, hogy a 480 emberből legalább 400 tudja. Tehát rubor, vagyis piros. Ha felül van, látom, hogy piros gyullad a terület. Így van? Hogy meg van duzzadva, hogy meleg, hogy fáj, és hogy nem működik jól, mondjuk a csípőizületem. Hát kell ezt magyarázni, de ugyanez van egy berobbant foggal is. Szóval a gyulladás tünetei mit jeleznek nekünk? Azt, hogy gyógyulok. És ha így állnék hozzá, már nem is fájna annyira. Elképesztő, de nem probléma. A fájdalmat, a gyulladást szabad csökkenteni. Van két előadás arról, hogy a terápia a germán gyógytudományban. Meg kell nézni, és meg lehet látni, hogy mi van. A germán gyógytudományban is alkalmazunk bizonyos gyógyszereket, de nem a gyógyítás céljából, mert nem ettől fog a beteg meggyógyulni, hanem azért, hogy a tüneteit enyhítsük, és leállítsuk ezt a gyönyörűen futó programot. Nos, amikor ebben a helyzetben be van robbanva a csípőizületem, és kapok egy szteroid injekciót, vagy egy szteroid kúrát tablettával, mint mi történik? Visszatesznek engem, innen a gyógyulásból visszaraknak a konfliktus aktív fázisba. Ez a doki, ez tudja a dolgát. Adott egy injekciót, és már nem fáj. Nagyszerű, eltűnt a fájdalom, és mi lesz a programmal? Mikor fogom visszaépíteni mindazt, amit itt lebontottam? Ez itt a nagy kérdés. Tehát lehet másfajta gyulladáscsökkentőket is szedni, amelyek nem akadályozzák meg ilyen durván ezt az egész gyógyulási folyamatot. Aztán jön az epileptoid krízis, EK, epileptoid krízis. Na most ugye az epilepszia mindig itt zajlik le, ezért nevezte Hammer doktor epileptoid krízisnek, de ha izomról van szó, akkor epileptikus krízisnek nevezzük. Nos, itt most nem izomról beszélek, hanem csontról, izületről, és akkor epileptoid krízis mi lesz? Nagyon jó hírem van. Elmúlik a fájdalom az epileptoid krízisben. Azt hiszik, hogy na, hál' Istennek meggyógyultam, és akkor elmúlik még a fejfájásunk is. Miért? Azért, mert amikor exudatív fázisban voltam, a víz begyülem lett az agyamba is. Honnan tudjuk? Itt vannak a képek. Itt van két, kérem szépen két kép, igaz, nem a csípőizületről szóló CT képet látjuk, hanem az egyik az itten éppenséggel rámutat a here vagy petefészek relére,
éppenséggel látjuk, hogy ez a körkörös relé, ami itt van a túloldalon is, kezd belőle eltűnni ez a szürkeség, vagyis a vizet kezdem kipréselni. Ez pont az epileptoid krízis. Itt is ugyanazt látjuk. Ez egy másik relé, ami éppenséggel egy birtokvesztés konfliktust jelez. Egy hatalmas tragédiát fel tudok fogni birtokvesztés és veszteség konfliktusként is, meghal egy családtagom, akihez úgy viszonyultam, hogy ez az enyém, ez az én feleségem. Tehát akkor miért birtokként is megélem, meg megélem úgy is, hogy veszteség konfliktus. És még ki tudja hányféleképpen, mint elválasztási konfliktus, mint önleértékelés, stb. Szóval rengeteg dolgot el tudunk egyetlen konfliktus helyzetben indítani, de minden tünetnek megvan külön a háttere, gyökere, oka, foka. Minden tünetnek. Ott tartunk tehát, hogy a CT-kép igazolni fogja nekünk, hogy éppen hol tart a program. És fölötte látjuk a konfliktus aktív fázisnak is a képét, amikor körkörös gyűrűk formájában látjuk a becsapódást. Igen ám, de hát ha valaki nem tudja elmondani, hogy éppenséggel mi a problémája, akkor CT-vel fogom kideríteni, vagy rákérdezni? Hát ha valaki önmagához sem őszinte, akkor mit vár ő a gyógyulásától, mikor az első feltétele, hogy légy őszinte önmagadhoz. Tehát itten a koponya CT tökéletesen mutatja, hogy hol tart a program. De koponya CT nélkül is rá lehet jönni a dolgokra, ha hajlandó a beteg őszintén megszólalni. Ezek a koponya CT-k, itt látjuk a koponyalappal párhuzamos síkok, rétegfelvételek, tehát számítógép által irányított röntgenfelvételek, amelyek rétegfelvételt képeznek a koponya alappal párhuzamosan. Na, ezt látjuk itten, és ugye lényeges lenne, hogy kontrasztanyag nélkül készüljenek ezek a felvételek. Na, az epileptoid krízisben kipréselődik a víz ezekből a relékből, és megszűnik a fejfájás, és elindul a vizelet ürítése, nem csak a agyi reléből, hanem szervi szinten, ahol gyulladás és exudátum, vagyis folyadék vízbegyülemlése volt. Nevezhetjük ezt idézőjelben pisi szakasznak is. Nos, tehát többet vizelek, mint amennyi folyadékot megittam. És utána jön a hegesedési fázis, amikor újra megjelenik a meleg, a fájdalom, és olyan gyengének érezzük magunkat, mint a kifacsart mosogatórony. És van, aki itt dobja be a törölközőt, valaki itt mondja be az unalmast. Márpedig a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Tehát ha ő nem tudja, hogy éppenséggel még van néhány napja vagy hete a teljes gyógyulásig, akkor természetes, hogy elveszíti a reményét, mert már azt hitte, hogy meggyógyult, és most újra megjelent a fájdalom, és számára ez úgy néz ki, hogy már soha nem fog megoldódni. Főleg, ha kapunk egy igencsak kellemetlen hírt az orvostól, mint prognózis. Nos, tehát a második törvény bemutatta, hogy két fázisban zajlik le minden, ami bennünk lefolyik, de hogy mi fog történni a két fázis alatt, azt az egyetfejlődés ismeretében fogjuk megérteni, vagyis embriológia, amiből minden orvos, meg állatorvos, meg biológus vizsgázott szerintem első éven, mi legalábbis első éven az anatómiával együtt vizsgáztunk embriológiából, és ez az a tudomány, ami leírja, hogy a megtermékenyítéstől a születésig mi történik az anyamében. Hogyan fejlődik ki a megtermékenyített petesejtből az emberi test. Itt látjuk ezt a három csíralemezt ábrázoló metszetet. A sárga a belső, a narancs a középső, a piros meg a külső csíralemez magyarul. Vagy szaknyelven endoderma, mezoderma és ektoderma. Ezekből alakulnak ki azok a sejtek, amelyek bizonyos feladatot töltenek be egy életen át, és ezeknek a sejteknek megvannak az idegi központjai. És csak szeretném most felhívni a figyelmet, hogy ezek egyirányú nyilak, nincs visszafút. Tehát amiből egy csíralemezből, ha kialakultak bizonyos sejtek,
azok nem fognak másik sejté átalakulni, vagyis nincs olyan, hogy metasztázis. Nincsenek áttétek. Ne engedjük meg, hogy a gyógyulás reményét elvegyék tőlünk tudománytalan kijelentésekkel. Az átét az mese habbal. Már bocsánat a kifejezésért, de egyszerűen felháborító, hogy az emberektől elveszik a gyógyulásnak a reményét olyan dolgokkal, amelyek teljesen tudománytalanok. Ha egy prostata daganatos férfinak csinálnak egy műtétet, és utána nem lesz erekciója, hogy fogja érezni magát? Természetes, leírja magát a bányászlik a feneke alá, mint férfi. És ez, hogy mint férfi leírtam magam, a személyiségemben írtam le magam, és ez pontosan a derekamnál fogja a csontrémat szétbontani. Na most a prostatasejt az endodermális, a csontsejt meg mezodermális, mi közük egymáshoz? Két külön programról beszélünk minden esetben. És miért találnak a tüdőben mindig áttétet? Mert megjelenik bennem a halálfélelem, mikor azt mondják, hogy rák! Remélem, senki nem ijedt meg, mert most akarok mindenkit immunizálni. Ezzel a szóval szemben, hogy rák, nevezhetnénk akármi másnak is, de hát ez ment át a köztudatba. A rák, azt kérem szépen, nem ellenség. Azt nem kiirtani kell. A rákot én csináltam, és én is gyógyítom meg. Így kéne hozzáállni. Azt jelenti, hogy szövetszaporulat, vagy szövethiány, mert minden rák, kérem, ami nem normális a szervezetünkben, az a rákipar számára csak rák lehet. Tessenek megnyugodni, ez a szemlélet. Nos, egy pillanat türelem. Igen, jó. Folytatom. Tehát ott tartunk, hogy a különböző csíralemezekből különböző sejtek fognak kialakulni a méhen belül, és ezeknek meg lesznek az agyi irányításai, és láthatjuk a sárga, narancs és piros csíralemezekből a különböző szerveket, és hozzá a megfelelő idegi központot. Nem részletezem, ott van az öt természettörvény, összefoglalva részletesen, tessenek azt megnézni. A következőben most már tudni fogjuk, hogy mi történik a konfliktus aktív és a megoldást követő fázisban. Nyilvánvaló, hogy sejtekből vagyunk felépülve, amelyek működnek. Amikor már nem működnek ezek a sejtek, azt úgy hívjuk, hogy holttest. Tehát ameddig működnek a sejtek, addig a biológiai testünk a túlélés érdekében vagy sejtet épít, vagy sejtet sorvaszt, vagy működést változtat. De nem véletlenszerűen. Minden, ami az agytörzs és a kisagy irányítása alatt van, az sejt szaporítással induló programot indít, és ezeket a megoldásba, amit látjuk, le fogjuk bontani. Természetes, mert felesleges sejteket nem tartunk. És mi lesz a lebontott sejtekkel? Nem a kukába mennek, hanem ezt a nyírokrendszer fogja feldolgozni. És ezért lesz kimutatható a környéki nyírokcsomónak a megnagyobbodása, a gyulladása, és ha még csinálnak egy tűbiopsziát belőle, hát ki fogják mutatni, teszem azt, a lebontott emlő mirigy sejtet a hónai nyírokcsomóban. Ez nem áttét, ez a lebontás és a biológiai recikling. Itt az történik, hogy újra hasznosítunk minden sejtet, amire már nincs szükség. Nincsen pazarlás. Újrahasznosítás van. Tehát az agytörzs és a kisagy által indított programoknál mindig először építünk, megoldásban bontunk. Az agyvelő és az agykéreg által irányított programokban pedig először sorvasztunk, és utána visszaépítjük a lesorvasztott sejteket. Teljesen normális. Az agykéreg pedig képes még arra, hogy működést fékezzen, gátoljon konfliktus aktív fázisban, és a megoldás követő fázisban visszaállítja a működést. Kérem, ez a medicina alapja, amiről most beszéltem. Hogy milyen
gyulladásfaktorokat mutatnak ki, vagy milyen laborértékek lesznek, vagy milyen képalkotó vizsgálatok lesznek, mit mutat ki a CT, az MR, az ultrahang, a röntgen, ez teljesen másodlagos. Azt kell tudnom, hogy hol tart maga az értelmes biológiai különprogram. Ennyi a lényeg. És akkor megértem azt, ami ott van, és nem fogom félreérteni, vagy félremagyarázni. Ennyire egyszerű, kérem, ez a medicinának az alapja, ezt értsük meg. Remélem, hogy mindenki számára érthető, mert még egy 7 éves gyerek is el tudta ezt mondani, amikor elmondtam neki. Egyszer egy iskolába is tartottam előadást, volt egy iskola Magyarországon, ahol meghívtak, és tele volt az aula, minden diák ott volt, és minden tanár ott volt. Egy ilyen előadásom volt eddig Magyarországon. Jó lenne, ha a diákok ezt idejében tudnák. A krónikus betegségeknek mi az oka? Hát az, hogy meg sem oldom a konfliktust. És ezt úgy hívjuk, hogy függő konfliktus aktivitás, látjuk, nem jutottunk el ide a megoldásig. Tehát akkor vagy túlzásba viszem a sejtépítést, vagy túlzásba viszem a sejtek sorvadását, vagy éppenséggel a működés változás állandósul, béna maradtam, cukorbeteg maradtam, stb. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy mindig eljutok a program végéig, látjuk, de újra elindítom. Kis szünet, és újra elindítom, és megint újra elindítom, és miért? Mert nem volt megoldva érzelmileg az a program, és ezért jönnek a recidivák, vagy magát a programot nem tettem feleslegessé. Tehát meggyógyultam egy melldaganatból, de az aggódásból nem gyógyultam ki. És ezért fogok csinálni, biztos fogok csinálni egy következő melldaganatot is. A függő gyógyulás azt jelenti, hogy átment a program a megoldási szakaszba, csak hogy nem érzelmileg zártam le a történetet, a sinek pedig hatnak rám, és túl gyakran, lehet, hogy naponta, két naponta. És ugye mindig elindul a gyulladás, a gyógyulás, de jön egy sin és leállítja. Aztán megint elindítja a biológiám, és megint leállítom. Mit gondolunk, ez mit fog csinálni szervi szinten? Ez csinálja a legnagyobb pusztítást. Ez csinálja a legnagyobb pusztítást. Ott, ahol nekem visszaépítenem kéne, ott egyszerűen még többet és még többet építek vissza, mint amennyit vissza kellene építenem. Érthető? Tehát ez ott, ahol lebontanom kéne a felesleges sejteket, ott meg a lebontás lesz folyamatos, folyamatos, folyamatos. És akkor ezeknek, ennek a három lefolyásnak, elakadt program kifutásnak, ennek különböző tünetei lesznek, és a medicina ezek mind-mind kap külön elnevezést. A medicinában nincs hiány elnevezésben, úgyhogy mindennek tudnak adni nevet, sőt többet is, mert már ha valaki még hozzátesz egy mondatot, akkor már ő is ott tolunk, hogy a dolgot róla is nevezzék el. Szóval a negyedik természettörvény rámutat arra, hogy kik a mi segítőink, mert mondtam, hogy nem vagyunk egyedül a gyógyulás folyamatában. Ugye a bennünk élő gombák, gombabaktériumok és vírusok azok, amelyek segítenek nekünk hol a megoldást követő fázisban. Itt segítenek. Itt ők itt lesznek kimutathatóak. Illetve hát a gombák természetesen már a konfliktus aktív fázisban szaporodnak. Miért? Azért, hogy mikor eljutunk a megoldáshoz, pont annyi legyen, amennyi kell, hogy lebontsa a felesleges sejtet. Ez teljesen normális. És nem gombás fertőzésről beszélek, hanem elakadt gyógyulásról, és folyamatosan kimutatható lesz a gomba akár a tüdőből, mert nincs feloldva a halálfélelmi konfliktus. Tehát megértjük mindjárt a táblázatnál, hogy milyen idegi központ mit irányít, és az milyen konfliktus típus. Most csak az alapokkal foglalkozzunk. Ennyit értsünk meg, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát amikor bennünk gombát vagy gombabaktériumot, azaz TBC baktériumot mutatnak ki, akkor ez azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszban vagyok,
és kezdem lebontani a felesleges sejteket. Amikor viszont kimutatják a baktériumokat, avagy a vírusokat, akkor is gyógyulási szakaszban vagyok, csak akkor éppen az agybelő vagy az agykéreg által irányított programot futtatom. Még egyszer ismétlem, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélek, és nem azt, amit kívül gyártottak le ellenünk. Az egy másfajta történet. Az ellen is képes a biológiánk védekezni. De azért kell halálfélelmet kelteni az emberek szívében, tömegesen, hogy a tüdőn keresztül tudjon hatni, mert így lett kitalálva. Ugye milyen egyszerű? Szóval jó lenne, ha megismernék, hogy hogyan működünk, és onnantól kezdve elejét vennénk annak, hogy megbetegedjük. És jön az ötödik természettörvény, ami mindenkinek, mondom mindenkinek, fent kéne tartsa a biztos tudást, nem csak a reményt, nem, annál többet. A biztos tudást, hogy meggyógyulok. Mert az élet él és élni akar. Vagy nem ezt látjuk, ha kinézzünk a természetbe? Nem mindennek az értelme a túlélés és a faj fennmaradása? Értsük meg, hogy itt most már, ha ezt az egy dolgot megértettük, akkor minden, de mindent megértettünk. Igen, betelt a terem, most már 510-en vagyunk a teremben, úgy látszik, legközelebb két termet kell már majd bérelnem, vagy a téma ennyire érdekes. Tehát az élet él és élni akar. Ezt értsük meg. És hogyha ez érvényes a nyuszikra, meg a mókusokra, meg a növényekre, akkor pont mi lennénk a kivételek? Láttunk nyuszit vadnyulat állatorvoshoz menni? Nem. Miért nem megy a vadnyuszi, vagy az őzike állatorvoshoz? Mert nincs krónikus betegsége. És miért nincs krónikus betegsége? Mert mindig a pillanatban él. Minden pillanatban figyel. Jelen van a pillanatban, figyel, és azt nézi, hogy üss vagy fuss. Láttunk már depressziós nyulat lefeküdni a sinekre, mert megunta az életét, és odafekszik, hogy majd a vonat levágja a fejét? Nem, kérem szépen, ilyen nincsen. Csak gondolkodjunk, mert a gondolkodásunk juttat el oda, hogy nem vagyunk jelen a pillanatban. Hogy még mindig a múlttal vagyunk elfoglalva, még mindig nem tudtam lezárni egy régi történetet. És felteszem a kérdést. De nagyon szépen kérem, hogy jelentkezzen. Ha van valaki, aki a tegnapi napon tudna valamit változtatni, szóljon nekem, mert lenne egy kérésem. Rendben? Ezeket a gondolatokat kellene magunkévá tenni, hogy te jó Isten, mivel foglalkozom én? Még mindig a múlttal? A múltnak egyetlen egy nagyon fontos üzenete van. Mit tanultam belőle? Tessenek megnézni, az Újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség című előadást, ami a 222. volt ez év január 5-én. És ha valaki elsőként van itt, és még soha nem hallott a germán gyógytudományról is, felmerülne benne a kétség, hogy hát ha ez így igaz, miért nem ezt tanítják az egyetemen? Teljesen jogos a kérdés. Azért kérem szépen, mert igaz. Ha igaz, ha nem lenne igaz, ezt már nekem is tanították volna, mert én akkoriban épp egyetemre jártam. Szóval 988. szeptember 8-9-én vizsgálatot csináltak végre egy egyetemen, a Nagyszombati Egyetem, Trnávai Egyetem, ami ugye a Pozsony Egyetemhez tartozik, a Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben, és a Trnávai Kórház Onkológia Osztályán, a Trnáva Egyetem prorektora, az Ápolástani és Társadalomtudományi Tanszék dékánya, és összesen 10 docens és professzor jelenlétében közösen megvizsgáltunk 7 konkrét esetet, összességében több mint 20 különböző megbetegedést. A természettudományos szabályoknak megfelelően elvégzett, megismételhetőségi vizsgálat után megállapítottuk, hogy dr. Hammer rendszere igaznak bizonyult. A megismételhetőségi
megismételhetőségi vizsgálatot nevezünk idegen szóval, hogy reprodukálható. Ez, ami nem reprodukálható, az nem tudomány. Kitettem egy előadást, hogy mit mondott a pszichiáter Hammer doktorról. Nagy örömmel láttam, hogy szenzációs, mert rengetegen megnézték rövid idő alatt. Értsük meg, hogy az, amiről itt szó van, az tudomány. Csak éppenséggel azért nem ezzel foglalkoznak, mert akkor az egészet át kéne írni. Az egész medicinát, és nem csak a medicinát, hanem sokkal több mindenre kihat ez, mint ahogy ezt ebben a pillanatban gondolnánk. Na most a megértéshez azért behozom Hammer doktor tudományos táblázatát, hogy lássuk, hogy miről is szól, ha magunkra vetítjük ezt az öt természet törvényt. Hogyan jelenik ez meg? Vannak úgynevezett falat konfliktusok. Mi az, hogy falat? Minden, amit meg kell kapnom a túléléshez. Na vajon mi kell a túléléshez? Mondom, levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi levegő, víz, táplálék, fény és hang. Remélem mindenki rendelkezik vele, tehát élünk. Az összes többi az intelligens gondolkodásunknak köszönhető, hogy még mi is kéne még. Hallgassuk meg Zoránnak ezt a számját, hogy mi is kéne meg, és akkor tényleg rá fogunk jönni, hogy teli vagyunk kacatokkal. De ha belevágunk egy költözködésbe, rájövünk, hogy mennyi felesleges dolgokkal rendelkezünk, filléres emlékekkel, amelyeket nincs szívünk kidobni. Na ezek a sinek. Szóval falat konfliktus. Nem csak a táplálék indít el a tápcsatornában falat konfliktust, hanem mindent, amit meg kell kapnom. A biológiám számára az falat. És ha ez elakad, és ha ezt nem tudom megemészteni, és ha bosszankodok, stb. Ez mind-mind itt a sárga színnel jelzett oszlopban fog megjelenni. Ha külön kell beszélni a magányról, egzisztenciális konfliktus. Na mi a fene történik napjainkban, ha nem pont ez? Maradjatok otthon, távolságtartás, maszkot fel, és nem tudom, hogy miből élek hónap. Tökéletes. Mi lesz a hatás? Víz visszatartás. Ki van ezt találva, kérem szépen? Tökéletesen ismerik a germán gyógytudományt azok, akik irányítják a világot. Nehogy azt higgyük, hogy ők ezzel nincsenek tisztában. Csak pont azért követtek el mindent Hammer doktor ellen, hogy ezt az egészet elnyomják. Nos, a vizet azért tartjuk vissza, mert ez egy nagyon ősi program, amikor a hal kikerül a partra vetett hal mit tehet a túlélésért, lezárja a testében levő vizet, hogy ne száradjon ki. És mivel ez egy túlélő program, ezért mindenki örökölte ezt a túlélést, csak hogy ez az ember számára már az egyirányú utcát jelent a temetőbe. De felteszem én a kérdést, lehetek én magányos egy holografikus univerzumban, ahol mindenki mindenkivel kapcsolatban van, és nem véletlenül vagyunk ennyien ebben a teremben. Lehetek-e én magányos? Vagyis, ha magányos vagyok, milyen szinten élem én meg a magányt? Biológiai szinten, félelem szintjén, mert félek a haláltól. Igen, valamitől félek, amiről rettenetes dolgokat el tudnak mondani, holott semmi másról nincs szó, mint hogy levettem a kabátomat, és itt hagyom, és én kimentem. Ennyi a frekvenciaváltás. De én továbbra is létezem. De hát ez mindenkinek a saját meggyőződése kell legyen, nem hitvilágról beszélek, meggyőződésről. Persze ehhez nem a newtoni fizikával, hanem a kvantumfizikával kéne egy incuka-pincurkát foglalkozni. A kisagy irányítja, itt van narancssárga oszlopnak a felső része, a vélt vagy valós támadások, a bemocskoltság és a gondozási konfliktusokat. Vélt vagy valós támadás, vagyis nem kell engem senki megverjen, elég, ha attól félek, hogy megvernek. És ott van, hogy vajon mit csinálok. Hát felszaporítani fogom
az írhámat. Szaporítani fogom, hogy védekezéshez vastagabb legyen, mint volt. És hát ennek is megvannak mindenről, amiről beszélek, külön webkonferenciák vannak, meg lehet nézni a vért vagy gyalos támadásokról szóló összefoglalót. A bemocskoltság nem csak a fizikai szintű bemocskoltságot jelenti, mert belepottyantam a pöcegödörbe, és bűzlök, hogy 10 méterre nem tudnak mellettem megállni, hanem az is bemocskoltság, amikor pletykálnak, amikor rágalmakat mondanak, írnak róla, és a többi, és a többi. Ez mind ide tartozik. Vért vagy valós dolgokról beszélünk. És itt van a leggyönyörűbb, ugye a gondozási konfliktus, ami a túlzásba vitt aggódást jelenti. De mit oldunk meg az aggódással? Újabb költői kérdés. Ha valaki valamit az aggódásával megoldott, legyen szíves, írja meg, mert még nincs róla esetem. Jó? De hogy csinált magának meldaganot, az Hóczier. Tehát értsük meg, hogy amikor leásunk a dolgoknak a gyökereig, és megértjük, hogy az aggódásba mi szorul beléje, és miért tartjuk fent ezt a kellemetlen érzést magunkban, miközben semmit nem oldunk meg vele, akkor el is fogjuk tudni engedni. Nyilvánvaló tanfolyami anyagról beszélek. A narancssárga oszlop végig, meg a piros oszlop végig hozza számunkra a kezűség kérdését. Mi az, hogy kezűség vagy kezesség? Biológiai kezűségről beszélek, és ez azt jelenti, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok-e. Vagy egyik vagyok, vagy másik. Két balkezes nincs a biológiában. De a biológia mindig hajszál pontos választ ad. Itt se lehet mutyizni, vagy félrebeszélni. Hajszál pontosan megmutatja a biológiai válasz, hogy én milyen kezű vagyok. Tehát, ha van egy jobbkezű, jobbkezes férfi, vagy nő, és a baloldali mellében csinál egy daganatot, vagy éppenséggel egy támadási konfliktus miatt baloldalt vannak írha tünetei, teljesen mindegy. Azt jelenti, hogy az édesanyjáról, önmagáról, vagy a gyermekéről beszélünk. Azért mutattam így, mert ugye ez a függőleges tengely. Tehát ez az anyám, én és a gyermekem. Mindenki más, az partner. Tehát jobbkezesnek jobboldali tünetet fog okozni. Balkezesnél fordítva van. Balkezesnél a bal oldalon van az anyám, én és a gyermekem által megélt konfliktusok szervi válasza, és a világ az pedig a baloldali tüneteket fogja okozni. Tehát jobb oldalt van a balkezesnek az anyagyerek önmagam, bal oldalt a partner. Vagyis a kezűség azt mutatja meg, hogy hol van a partner oldal. A másik pedig anyagyerek önmagam. De ki az én anyám és ki az én gyermekem? Ugye, hogy furcsa a kérdés? De nem véletlen. Az az én anyám, és az az én gyermekem, akit úgy szeretek, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. És itt jön be, hogy mit öröklünk. Szakácskönyvet és szegénységet. Nem anyámtól öröklök egy betegséget, nem apámtól öröklök egy betegséget, hanem másolok egy viselkedési mintát. És mivel mindenki ellenszegüléssel éri el azt, amit elér a családban, akkor én is ellenszegülő leszek, és én is cukorbeteg leszek. Ennyire egyszerű. Ezt amúgy a ikreknek a vizsgálatával ezt be is bizonyították, amikor ikerpárokat külön nevelőszülőkhöz adtak ki, és a gyerek megcsinálta azt a betegséget, amit a nevelőszülők is megcsináltak. Szóval a kötődés, vagy hogy komolyabban fogalmazzak, a szeretet dönti el azt, hogy kihez milyen lesz a viszonyom. És ez dönti el, hogy az anya-gyerek oldalon nekem ki fog egy konfliktus kapcsán tünetet okozni. Lehet, hogy nem az anyám, mert nem úgy kötődök hozzá, mint egy anyához, mert ő már partner oldal számomra. Szóval, csak hogy megértsük a dolgokat, ezeket nem árt tisztán látni.
Nos, itt van a mai napnak a témája ebben az oszlopban, narancssárga oszlop közepétől lefele. Az agyvelő által irányított programok, itt van az agyvelőnek a képe, látjuk itt az agykérgen belül van az agyvelő, és az önleértékelésről van szó, ami önpusztítást jelent nem csak a érzelmileg, hanem biológiai szinten is. Önpusztítás. Sorvasztom a sejtjeimet fájdalom nélkül. Észre se veszem. Majd, ha megoldottam a konfliktust, akkor jön a gyönyörű fájdalom. Nagyon, de nagyon komoly problémáról van szó, mert ez az egyetlen olyan csoport, luxus gruppe, ahogy Hammer doktor nevezi, luxus csoport, ahol a biológiai értelem a program végén fog megnyilvánulni, mert az értelme az. Azért bontok először, hogy többet építsek vissza, mint amit lebontottam. Erősebbet és tartósabbat. Ez a biológiai értelem. Úgyhogy jó lenne, ha ezt magunk előtt folyamatosan észbe tartanánk, hogy az önleértékeléssel úgy tesszük tönkre magunkat, hogy észre se vesszük. És miért élünk meg önleértékeléseket? Mert elhiszem, hogy én nem vagyok olyan jó, mint a másik. Itt kezdődik a történet. És lehet, hogy ezt már gyerekkoromban megtapasztaltam, vagy ezt a viselkedési mintát másoltam már otthonról. Soha, de soha nem késő ezen változtatni. Mint mondtam, van egy előadás. Újrakezdés új alapokon. Minden nap egy új lehetőség. Tessenek megnézni az előadást, és ki fog derülni, hogy miről szól. A piros oszlop az ektodermális programokat tartalmazza, vagyis az agykéreg által irányított programok. Ide tartoznak a birtok és elválasztási konfliktusok és működésváltozások. Itt van fent birtok és elválasztási konfliktus, meg még múltból jövő félelem, jövőből jövő félelem és egyéb dolgok, nem részletezem, és itt pedig a működésváltozásról szóló programok vannak felsorolva. Egy 1x20x160-as papíron rajta van a legfontosabb üzenet minden medikus számára. Elképesztően egyszerű, és ezért hihetetlen. Beismerem, én 2 éven át teszteltem a rendelőben, mert nem hittem, hogy ennyire egyszerű lehet a medicina, mert akkor mit tanítottak nekem 6 éven át. És természetesen, hogy ezzel még nem tanultuk meg a medicinát. Még van bőven mit hozzátenni, de megkaptuk az alapokat a biológiai, logikus gondolkodáshoz. A kérdés már csak az, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tegyük ezeket feleslegessé. Szóval van mit megnézni, mert ez is egy előadás anyaga, csak kérdés, hogy kit érdekel. Nos, akkor lépjünk tovább, és csodáljuk meg a mai napnak a történetét, ami ugye a csípőízület. Ugye tudnunk kell, hogy a mozgásnak az alapját a csontok adják meg. A csontokat ízületek kötik össze, és a csontokat az izmok fogják elmozdítani. Ennyit illik tudni magáról a mozgatórendszerről. Ezt a képet, ez egy teljesen normális kép, amit itt látunk, azért tettem ki legnagyobb felbontásban, vagy legnagyobb méretben, ahogy belefért, hogy lássuk azt a fantasztikus intelligenciát, amivel megvan szerkesztve mindenkinek a csontja. Ez valami döbbenetes. A csontot kívül tömör csont borítja. Remélem, mindenki látott már csontot. Tehát az egy sima felszínű tömör csont. Alatta találjuk a szivacsos csontot, aminek viszont ilyen különböző csontlemezkéi vannak, összeakadva, és ezek a lemezkék, ez a gerendázat, ez mindig a teherbírásnak megfelelően alakul ki. Az Eiffel-tornyot is megfelelő vasgerendákból rakták össze, hogy a terhet elbírja.
Nézzük meg a csontunkat, ez is pontosan ugyanúgy van összerakva. És ha történik valami baleset, és eltörik, vagy éppen csípőfica miatt, a csípő az a combcsont nem úgy áll, nem úgy terhelődik, mint normálisan, átalakulnak ezek a csontgerendák, és a terhelésnek megfelelően fognak elhelyezkedni. A csont egy élő anyag. Ne feledjük el, vannak benne csontfaló sejtek, és rögtön utána mennek a csontépítő sejtek. Mint az autópálya aszfaltozásnál, felmarják az aszfaltot, és mögötte már teszik le az új aszfaltot. Ez a csontban állandóan végbe menő folyamat. A csontfaló és csontépítő sejtek, nyilván ezeknek a működése egyensúlyba kell legyen. De hát fel tudjuk mi ezt is borítani. Természetesen olyan gyönyörűen tönkre tudjuk tenni ezt a fantasztikus szerkezetet, amit Réka úgy hív, hogy biológiai bőrbuci, szóval ezt a karosszériát tökéletesen tönkre tudjuk tenni. No, azért mutattam meg ezt a gyönyörű képet, mert egyszerűen csodálatos. Én nem tudom, hogy csak én tudok ennyire lelkesedni érte, de remélem, hogy a lelkesedésem ez egy kicsit át fog ragadni másokra is, akár milyen szakmában vannak, és rádöbbennek, hogy te jó Isten, az én csípőm is ilyen gyönyörű. Ilyen fantasztikus mestermű, így van ez megszerkesztve. Amikor a csontokat nézzük, akkor látjuk, itt van az ízületi rés. És nyilvánvaló, ha a porcok elkopnak, akkor ez az ízületi rés be fog szűkülni. Ez természetes. Ha a csontok megváltozik a szerkezete, ilyet is fogunk látni, akkor már nem ezt a gyönyörű képet fogjuk látni. De azért kell mutassak egy normális képet, hogy ahhoz képest lássuk, hogy mi az, amikor nem normális. Például, amikor ugye a legsúlyosabb mértékben megélem azt, hogy hát ezt nem lehet elviselni. Ez a DHS. Nem lehet elviselni. Hú! És nézzük csak meg, mit csinálunk a csonttal. Felritkulások lesznek benne. Vagy a fejű részben, vagy a nyaki részben. A combcsontnak ugye van egy anatómiai, meg egy sebészeti nyaka. Ezt colum anatomicum et colum chirurgicum, ezt így tanították, és ez itt a csontfej. Ez megy be az ízületi vápába, vagyis a csípő csontnak a csészéjébe. Ebbe a csészébe belemegy a combcsontnak a feje. Nyilvánvaló, hogy itt ugye a röntgensugarak átmennek a szalagokon, amik rögzítik ezt az egész ízületet, de így látjuk ezzel a röntgennel látjuk, hogy mi történik a csonttal, mert nyilván, hogy mindig másfajta paramétereket állítanak be, annak függvényében, hogy mit akarnak kimutatni. Azért a röntgen egy nagyon komoly vizsgálóeszköz, nagyon sok mindent meg lehet belőle tudni. Amikor ez folyamatosan, de folyamatosan függő konfliktus aktivitásban élem meg, azt, hogy ezt nem lehet elviselni, mindenre ez az én reakcióm, akkor létrejön a spontán törés, amit ugye idiopátiásnak neveznek, mert hát nem patológiás, de mégis eltört. Idiopátiás, spontán csonttörés, eltörik a combnyak. És ez nagyon, de nagyon gyakori történet. Elég hozzá egy idős embernek, hogy elessen, és már a csontritkulásban megritkított combnyak egy pillanat alatt el tud törni. A csontoknak fantasztikus a teherbírása. Tehát amikor a csontlemezkéknek megfelelően terheljük a combcsonton, láttam egy ilyen képet, és ugye a magyar ember képekben gondolkodik, különben nem tudja elképzelni, szóval most tessenek elképzelni, hogy a combcsontra ráteszünk egy lemezt, egy nagy lemezt, rá egy autót, és bele négy embert. És a combcsont ezt még mindig kibírja. Ekkora súlyt képes kibírni a combcsont. Ha oldalt megütöm, akkor eltörik. Ugyanez van a fával is. A fának is a szálai így vannak megszervezve. Szóval ott tartunk, hogy idiopátiás csonttörés, és nem fájt semmi. Amikor viszont jön a visszaépítés, akkor lesz belőle ödéma,
és rettenetes csontfájdalom, mert feszül a csonthártya, belülről kifelé feszül a csonthártya, és az érzőidegek a csonthártyában vannak, kérem, a csontban nincsenek érzőidegek, a csonthártyában vannak az idegek, meg vannak az erek, és innen a csonthártya felől kapja a csont a vérellátását. Nos, abban az esetben, ha a legborzasztóbb dolgot csináljuk, függőgyógyulást, akkor mi történik? A csont szerkezet teljesen átalakul, mert mindig mit csinálok? Bontok és építek, és építek, és építek, és építek, és teljesen más szerkezetű csont fog létrejönni, ami természetesen már ráknak fognak elnevezni, oszteoszarkóma nevet fog kapni, akárhol is megnézik ezt a csontvázon, mindenütt ez oszteoszarkóma nevet fog viselni. Láthatjuk, hogy amikor már teljesen tönkretettünk egy izületet, akkor mit tud csinálni az ortopédus? Hát berak ide egy csészét, ugye befogja csavarokkal ebbe a csípő csontba, és belerak egy fém golyót, aminek van egy szeg, egy elhegyesedő vége, és ezt a combcsontnak a velőüregébe beleütik. Na most ugye jön a kérdés, hogy azért, mikor vége van a műtétnek, akkor éppenséggel hogy fog állni a két végtag? Mert nagyon gyakran előfordul, hogy az egyik végtag mondjuk 2 centivel rövidebb lesz, mint a másik. És ez már aztán kihat az egész gerincoszlopra, ez másodlagos fájdalmakat indít el, és a többi, és a többi. Szóval nem olyan egyszerű dolog ez, és minden elismerésem az ortopédusok előtt. Én egy diákkoromban bent voltam egy ilyen műtéten, illetve mutatom rögtön, hogy milyen műtéten, és akkor, amikor a geny a szemüvegemen folyt le, akkor mondtam, hogy na most valaki fogja meg ezt a lábat, mert én most kimegyek. Ez egy ilyen történet volt, egy osteomielitis miatt, itt van az osteomielitis, vagy csontfelé gyulladás, amikor megint csak arról van szó, hogy függő gyógyulásban a gyulladás bent maradt ugye a csont üregén belül, és elkezdjük a csontot teljesen átalakítani, és lesznek benne elhalt csontrészek, amit szekvesztereknek neveznek, és sipolyon keresztül tud ürülni belőle a geny. Na most a műtét kapcsán megnyitották a tömör csont felől ezt az egész felőüreget, és spriccolt a geny a szemüvegre. Szóval ez egy felejthetetlen emlék volt nekem azóta is, amikor ott voltam, és mondom, minden elismerésem a kollégáknak, akik a steril fúróval, kalapáccsal, vésővel, fűrésszel, teljes műhely beszerelve is, és olyan dolgokat csinálnak meg, nagyon, de nagyon kemény munkával, hogy az egyszerűen döbbenet. Nos, a csontok után nézzük meg, hogy hogyan tudjuk tönkretenni az ízületeinket. Nyilván a DHS még mindig ugyanaz, hogy nem bírom elviselni, de nem olyan erős. Tehát ez egy középerős nem bírom elviselni történet, mert mondjam azt, hogy szokásunká vált, hogy mindenre ezt válaszoljuk. A csontnál egy nagyon konkrét történet van, amit nem tudtam magam túltenni, és ameddig benne voltam, addig megcsináltam a csontfejnek a nekrózisát, vagyis elhalását, amit aztán pótolnak egy vasdarabban. Na de itt ez egy ilyen középerős dolog, és már csípőből az a válaszom mindenre, hogy ezt nem lehet elviselni. A megoldást a kérdések utáni, tehát mikor befejezzük és befejeztük a kérdéseket, rögtön az első megoldási kulcsot lejátszom, csak szólok, hogy érdemes maradni egészen a legvégéig. Szóval a nem bírom elviselni program, mert valakinek ez a hozzáállása mindenre. Van, aki mindentől szarul érzi magát, van, aki mindenre úgy reagál, hogy ezt nem lehet elviselni. És mit csinálunk? Itt van ez a gyönyörű ízfelszín. Én remélem, hogy láttunk már nagyobb csontokat, disznócsontot, vagy egyéb csontot. Gyönyörű, mint a biliárd golyónak olyan fantasztikus csontfelszínünk van, sima, egyenletes gömbölyűséggel. Itt van a porc,
ami egy másik porcba fog szépen ottan forogni, minden fájdalom és probléma nélkül, de hát ezt tönkre tesszük. Sorvasztjuk. És képesek vagyunk olyan fokú sorvadást elindítani, hogy végül a csont a csonttal érintkezik. Én ilyet is láttam. Szóval a megoldásban megjön a fájdalmas visszaépítés, coxarthritis. A gyulladás az mindig itis. Szóval begyullad a csípőizületünk, és mi lesz a reakcióm, hogy hát ezt a fájdalmat, ezt nem lehet elviselni. És már meg is, és már, már körbe is járt a dolog, már a kutya a saját farkába harapott, hogy képletesen szóljak, mert már el is akasztottam a saját gyógyulásomat. És akkor utána olvasok, hogy mi a mai álláspont, és hát alternatív gyógyászok kerigyél zavart kezelnek. Mert ugye a medicina azt mondja, hogy ez a porc azért halt el, mert keringési zavar lépett fel. És azt ki csinálta? Az, ha csak úgy gondolt egyet az itt lévő összes kapillárisom, és azt mondta, hogy na, mától nem dolgozunk, dögöljön meg a porc? Vagy hogyan van ez? Szóval értsük meg, hogy itt rend van, itt mindennek oka van, és ezt a keringés zavart lehet étrendkiegészítőkkel, csodálatos gélekkel és nagy szatyor cuccal megoldani állítólag. De értsük meg, hogy lehet bármivel némi javulást elérni. Én nem mondom, hogy ezek nem javíthatnak az eseten, hogy nem hathatnak a fájdalomra, mert valószínűleg csak erre hatnak. De ameddig én nem oldom fel, vagyis ameddig én nem szokok le arról, hogy a ne úgy reagáljak, hogy ezt nem lehet elviselni, hanem pontosan megértsem, hogy a csípőizületi fájdalmam arra akar engem megtanítani, hogy végre elfogadjam a világot és önmagam úgy, ahogyan van, és úgy, ahogyan vagyok. Ennyire akar megtanítani a csípőizületi fájdalom is. Semmi másra. Tehát nem azt kell keresni, hogy mi volt az én első nagy nem bírom elviselni konfliktusom. Nem, meg kell változzak, és akkor akárhányszor éltem meg ilyet, hogy nem bírom elviselni, innentől stornó, eltűnnek a sinek, mert innentől új nap, új lehetőség, mai naptól hajlandó vagyok odafigyelni, hogy elviseljem a szomszédomat, az anyósomat, a polgármesteremet, bárkit, akivel legnagyobb konfliktust éltem meg, mert akivel a legnagyobb konfliktusként azt éltem meg, hogy ezt a manuszt nem lehet elviselni, na annak már is írunk egy diplomát, egy professzori diplomát, mert ő az én nagy tanítómesterem. Csak arra akar megtanítani, hogy elfogadjam. De ha én ismerem a germán gyógytudományt egy picit részletesebben, ha tisztában vagyok a konstellációkkal, akkor már tudom, hogy azért megalomán, mert dupla önleértékelése van. Tudom, hogy azért agresszív, mert van benne egy feloldatlan bosszúság, meg egy identitáskonfliktus. Megértem a viselkedését, ha ismerem a germán gyógytudományt. Már több empátia szorul belém, mint anélkül. Ez csak egy javaslat volt. Tehát azt arra kellene odafigyeljünk, hogy az el nem fogadás okoz minden betegséget bennünk, és az elfogadás az egyetlen gyógymód, ami minden betegséget rendbe hoz. Mi van függő gyógyulásban? Hát kialakul a coxartrózis, vagyis teljesen átalakul ez a gyönyörű sima porc, és már nem mozog megfelelően, és innentől kezdve jön az, hogy hát mert megöregettünk. Ugyan már, kérem szépen, ugyan már. Hát akkor az idős emberek miért tudnak tornázni és megfelelő mozdulatokat elvégezni? Hát van külön iskola, ami ezzel a fajta mozgásterápiával foglalkozik. És van egy olyan rész, amiről még eddig nem volt szó, ez pedig, mégpedig majon mi? Hát az úgy hívjuk, hogy csípő izületi lazaság, vagy éppenséggel teljes ficam. Mi ez a csípő ficam? Még nyilvánvaló, hogy még mindig az a konfliktus, hogy ezt nem bírom elviselni,
és az ízületi szalagoknak, tehát nem a porcnak, hanem a szalagoknak a sorvadása, gyengülése fog elvezetni először az instabil ízülethez, utána pedig, ha folytatódik, akkor a teljes ficamhoz. A Barlow manővert látjuk itten, ezen a képen, ami azt jelenti, hogy a gyereknek megfogjuk a kis térdét, és lefelé nyomjuk, és érezzük, hogy ez az egész, mint egy teleszkóp enged, és visszajön. Amikor ez nem jön vissza, akkor azt mondjuk, hogy a Barlow teszt pozitív, de az ortoláni manőverrel ez visszahelyezhető. Nyilvánvaló, hogy amikor laza csípőízületet vagy éppenséggel ficamot tapasztalunk, akkor komolyan kell venni a Pavlik kengyelt. A kengyelnek a használatát a gyerek megszokja. Számunkra tűnik úgy, hogy szegény gyerek hogy szenved. De ezzel tudjuk manapság megoldani egy gyereknél azt, hogy ez fizikai szinten hozzásegítse őt a gyógyuláshoz, és már is hozzáteszem, a végén majd még külön kihangsúlyozom, a My Studentem még hent. Persze felmerül mindenkiben a kérdés, hogy de hogy lehetséges az, hogy már újszülöttnek ilyen a csípő ízlete. Emlékeztetném akkor minden kedves hallgatót, hogy azért ül itt a webkonferencián és figyeli, amit beszélek, mert egyszer valamikor eldöntötte, hogy anyunak meg apunak a Lego játékából felépíti a saját testét. Hiába fognak a Káli intézetben megtermékenyíteni 5 petesejtet, és beépíteni a mély nyálkahártyába, oda tenni, egyikből se lesz gyerek, ha nincs benne a program, vagy hogy komolyabban fogalmazzak, a lélek. Tehát mindannyian eképpen jöttünk erre a bolygóra. És innen adódik, hogy az élet a megtermékenyítéssel kezdődik, és nem a születéssel. A 9 hónap alatt a baba a saját konfliktusainak megfelelően fogja magát megbetegíteni. Nem mindegy, hogy hányadik hónapban milyen konfliktust él meg, mert az első 3 hónapban történik meg a szervképződés. Organogenézis, ha így jobban tetszik. A 3. hónaptól, végétől, 6 hónapon keresztül már tömegében nő a gyerek. De mindent, mondom, mindent fölfog. Az anyának a rezgései akkor fognak ráhatni, ha ő ezt megengedi. De lehet, hogy az anya teljes nagy nyugalomban lenne, csak éppenséggel a környezet olyan, amiben él az anya, hogy az számára elviselhetetlen. És ezért fogja ő megcsinálni magának a csípőízületi lazaságot. De nem véletlenszerű. Tehát mindennek oka van. Már a méhen belüli élet során képesek vagyunk konfliktusokat megélni. Teszem az ultrahang vizsgálat, ami számunkra úgy tűnik, hogy hát az nem fájdalmas, persze az anyukának nem. És a gyereket megkérdeztük? Tessék csak berakni a fülünket egy fürdőkádba, jó, mikor benne vagyunk. Az egyik fülüket tegyük be a fürdőkádba, a vízbe, és ha valaki ott a vízbe egyet csapjon bele, vajon az hogyan fog hatni a mi dobhártyánkra? Na körülbelül így érzékel a gyerek a magzatvízen belül mindent, amit mi ultrahanggal vele közlünk. Csak szólok. Szóval ott tartunk, hogy vegyük komolyan azt a 9 hónapot, ami várandóság és nem terhesség, és biztosítsuk a magzatunknak a fejlődését a My Studentem méhen hallgatásával, és ugyanakkor önmagunknak, drága hölgyeim, a fájdalommentes szülést. Mert nem csak Hammer doktor eset bemutatóján keresztül tudom igazolni, hogy a fájdalom nélkül szült az a nő, aki amúgy egy teljesen pszichés beteg volt, hanem már visszajelzésem van arról, hogy fájdalom nélkül szült hölgy,
amiután a Hámeri zenét hallgatta végig a váradóság alatt és a szülés alatt. Nos, akkor a csipőizületről ennyit mondanék el, de van még azért más szövet is, mégpedig a lágyabb szövetek, mint a porc. Ugye ez a lágyék. Ne könyörök, ne keverjük az ágyékot a lágyékkal. A lágyék a combhajlatban van, az ágyék pedig a derekam. Tehát a lágyékról beszélünk, és hát itt van egy kis anatómia, mert hát ugye aki a lágyék csatornát húzta ki, hát azt úgy meg tudták kérdezni, hogy mik az összetevői, mi a előső fala, hátsó fala, felső fala, lehető fala, külső nyílás, belső nyílás, mi van benne, stb. Szóval ez egy nagyon érdekes történet, úgy felidézte bennem az első éves izgalmakat. A lényeg az, hogy a férfiaknak ugye az ondó vezeték, ez a funiculus spermaticus megy a lágyék csatornába. Ugye a here a hasüvegben alakul ki, majd ki kell jusson a here zacskóba. És láthatjuk, hogy ezen a belső nyíláson keresztül fog kijutni. Na most a két nyílás az nem egymással szemben van, hanem el van tolva. És pontosan ez fogja biztosítani azt, hogy ez az egész rendszer azért ott azon a csatornán, virtuális csatornán keresztül ne tudjon a hasüregnek a tartalma bemenni a herezacskóba. Viszont, ha mi ezt legyengítjük, akkor ki fog alakulni a lágyéksér, ami ha tovább nő, egészen a herezacskóba be fog jutni a hasüregnek a tartalma. És akkor láttam én, hát hatalmas here sérvet is láttam, de lágyéksérvel kezdődik minden. És ugye vannak ugye mindenféle kötések, meg kötők, meg rögzítők, de mi a probléma? Le kellene zárni azt a észre sem veszük hozzáállásunkat, hogy nehezemre esik. Ez még mindig arról szól, hogy nem bírom elviselni, de nem az a nagyon durva nem bírom elviselni, nehezemre esik. Ezt hallan, nehezemre esik azt csinálni, tessenek odafigyelni a szóhasználatra. Ez is azt jelenti, hogy nem bírom elviselni, de mivel csak nehezemre esik, ezért a lágy részeket fogom szépen elmondani. Itt az alsó képen láthatjuk jobban, ugye a külső nyílását ennek a csatornának, és itt van a felső része, és majd vannak a megfelelő összetevők. Én szerintem ezt laikus embert különösebben nem érdekel, hogy milyen izmoknak, hasi izmoknak a bőnyéi, tehát az inai között hogyan jön létre ez az egész. Van még egy másik csatornánk is, azt úgy hívjuk, hogy combcsatorna. És itt lehet ugye combsérvet csinálni, ez sokkal, de sokkal ritkább dolog. Ezen a combcsatornán keresztül jön át a hasüregből az alsó végtagba, a láb az csak a legvége. Alsó végtag az láb, lábszár, térd, comb és csípő. Tehát az alsó végtagba ezen a comb csatornán keresztül jön az artéria, a véna és az ideg. És ennek a pupárt szalagnak az egyharmada, a belső egyharmada alatt van. Hát ha valaki oda nyúl a lágyékához, érezni fogja, hogy ott biza valami lüktet, na az pontosan a comb ütő ere. És láthatjuk itt, hogy mennyi minden dolog van itt, amit egy vizsgára meg kell tanulni, hogy mi van benne, hova jön, milyen elágazás, stb. Nekünk annyit kellene megjegyeznünk, hogy a DHS ebben az esetben arról szól, hogy nehezemre esik mindezt kibírni. Mert a comb tájék az már arról szól, hogy nem bírom. Ezt nem bírom ki, a csípővel nem bírom elviselni, a combommal nem bírom ki. De ez pont a kettőnek a határán van, tehát nehezemre esik mindezt kibírni. Hát remélem, hogy sikerült mindenkinek ezt az egészet kibírni, amit én eddig elmondtam, és akkor megnézzük, hogy hogyan tudunk segíteni a gyógyulásunkon. Mert ugye a nagy problémánk az, hogy elakad a gyógyulásunk. De miért?
Mert éjszaka álmunkban recidivát élünk meg, újra lejátsszuk azokat a dolgokat, amelyek még nincsenek megoldva. Ez a probléma. Na de ezen segít a My Studenten Mayhem Hammer doktornak ez a csodálatos arhaikus dallama, ami leállítja a pánikot, leállítja a rákot és leállítja a pszichózist. Tessenek mondani nekem még egy ilyen csodálatos gyógymódot, hogy van-e. Nem is kérdés, hogy természetes, hogy ezt hamisítják. Itt látjuk a hamisított változatnak a képét alul, és itt látjuk felül azt a mintázatot, ami abban a dallamban van, amit én mindenkinek ingyen elküldök egy külön levélben. Mert hogy Hammer doktor ebben a könyvében azt írta, hogy ezt a betegeinek ingyen ajánlja. Tehát én betartom, amit Hammer doktor elrendelt ebben a könyvben, és mindenkinek az eredeti dallamot ingyen fogom átadni. Aki kéri, egy levelébe kerül, és küldöm. Általában 24 órán belül a választ megkapják, de leggyakrabban még aznap. Szóval, mit tud ez a más studenten még sem? Láthatjuk itt alól a Hammeri iránytűnek a vonalát, ugye? És fölötte láthatjuk a dallamnak a vonalát. És kérem szépen láthatjuk, hogy ez az egész követi azt a vonalat, ami tulajdonképpen a dallamnak is a hullámzása. Ez egy valóban egy csodálatos dolog. Ennek a könyvnek a lefordítását én zsebből fizettem, és 7 számjegyű összeg volt, 7 számjegyű összeg volt, és ingyen fent van a weblapon, bárki megnézheti az ebből készült webkonferenciákat külön csoportosítva. Nagyon kérek mindenkit, hogy a My Studenten Mayhem a gyakorlatban című előadást nézzük meg, ott fogjuk találni ezt a két képet is, amit hála Istennek egy győri tanfolyam után egy hallgató, egy hangmérnök hallgató küldött el, és rögtön, mikor ezt megkaptam, akkor mondtam, csinálnunk kell még egy webkonferenciát a My Studenten Mayhemből, hogy az emberek tudják, hogy lássák, hogy az, ami a YouTube-on ingyen található, hogy az mekkora hamisítvány, és aki azelőtt azt hallgatta, és utána az eredetit, az is visszajelzett, hogy hát igen, a különbség az érezhető. Nos, hogyan hat a My Studenten Mayhem? Konfliktus aktív szakaszban, mivel itt mezodermáról van szó, itt bepöttyözöm, tehát mezodermáról van szó, mit csinál? Teljes mértékben leállítja a programot, megállítja a további sejtpusztítást, legyen szó bármilyen mezodermális programról. Ugyanezt csinálja az endodermálisnál, tehát nyom egy satuféket, ahol nem blokkolja le teljesen a programot, az a kortikális, tehát a kérgi konfliktusok, piros mező, ott letranszformálja, látjuk, hogy a konfliktus tömeg sokkal kisebb, és ennek az a lényege, hogy már az epileptoid krízisben nem fogunk belehalni. Tehát mindenképpen érdemes hallgatni ezt a dallamot, akár tudatosult bennem, akár nem tudatosult bennem, hogy van-e valami konfliktusom. Nálam is megy már több mint 4 éve, folyamatosan. Az optikai sín az annyit jelent, hogy az, amit látok. A legtöbb információt a látással gyűjtjük be, ezt ne feledjük, és a látással begyűjtött információ hatni fog rám, tehát az sínként tovább fog működni. A dallam nem oldja meg helyettem a konfliktust. Leállítja a programot. De én nekem a feladatom ezt az egészet lezárni. De legalább ameddig hallgatom, nem folytatódik a szövet sorvasztás, vagy nem folytatódik, hogy tudom én a prosztata megnagyobbodás. Csak képességgel, ha tudom is, hogy kivel kapcsolatosan éltem meg a programot, akkor legalább annyit csináljak, hogy szálljak le az optikai sínről. De ez nem megoldás egymagában. A megoldás az, amikor érzelmileg lezárunk mindent, és akkor mi történik? Átjutunk a megoldást követő fázisba, itt vagyunk,
és segít a dallam a programot optimalizálni, hogy legrövidebb idő alatt megtörténjen a gyógyulás, átsúszunk az epileptoid krízisen, és eljutunk mielőbb a teljes gyógyuláshoz, itt is azért optikai sérül. Legyünk szívesek komolyan venni mindazt, amit elmondtam. Nagyon komolyan venni. Mert hogyha hajlandóak vagyunk változtatni először is a gondolkodásunkon, a hozzáálláson, hogy önmagamhoz és a világhoz, ha hajlandó vagyok, hogy is mondjam, listázni az azonosultságaimat, azokat a szerepeimet, amelyeket nap mint nap eljátszok, csak éppen túl komolyan veszek. És ezekből kilépek, mármint nem úgy, hogy ott hagyok csapott papot, hanem úgy, hogy átértékelem az ebben betöltött szerepem. Vagyis kilépek a pokoli szerepek, áldozat, megmentő, bűnbak szerepekből. Ezek nagyon fontos kérdések, tisztázandó kérdések ahhoz, hogy végre lezárjuk véglegesen a programokat, és átmenjünk a teljes gyógyulásba. A záró gondolatként szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy a germán gyógytudomány ismerete alap a megértéshez, a megoldáshoz, és ebből adódóan a megelőzéshez. A valós okokkal foglalkozik. Nem kitalált okokkal, nem feltételezésekkel, hanem konkrétumokkal. És ezek a konkrétumok, ezek az úgynevezett betegségek nem azoktól a külső tényezőktől függ, amire ráfogják a genetikára, meg hogy férfi, meg hogy nő, meg hogy fehérbőrű vagy nem fehérbőrű, meg hogy milyen vallású, ja, milyen a hallása, és akkor tudjuk, római katolikus. Szóval álljunk le ezekről a tév rendszerekről, és próbáljuk megérteni, hogy minden lélek vagy szerv szinten zajlik. Kérdés, milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz, mikor oldottam meg, hogyan oldottam meg, mert ha nem oldottam meg érzelmileg, akkor mit fog, akkor a sínek fognak dolgozni nekünk. Itt egyszerűen döbbenetes tudásra tehetünk szert, megértjük a viselkedés változásokat, mert vagy a hangulati változásokat, mi ezt mind megérthetjük, hogyha ismerjük a törvényeket. Tehát a fel nem oldott érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával a valós okokat fogjuk feloldani. És nem a következményeket kezeljük egy életen át. Ez egy nagyon jó biznisz, csak nem biztos, hogy a beteg ezt szeretné. És felhívom a figyelmet, hogy a germán gyógytudomány tudomány, mert reprodukálható, vagyis megismételhető, összehasonlítható, és előre jelezhető, még az is, hogy mikor fog kifutni. Csak tudom, de mikor gyógyulok már meg? Tudnom kell a konfliktus pillanatát, tudnom kell, hogy mikor volt lezárva, és tudnom kell, hogy mióta le volt zárva, nincs elakasztva a program, hogy valóban érzelmileg volt-e lezárva, vagy csak megbocsátok, de nem felejtek. Tehát, ha nem oldom föl érzelmileg a programot, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Nos, megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és a fórumban kérem, hogy lehetőleg először ezeket a kérdéseket tegyük fel.